Én vissza fogod nézni, mi vagyok én? De most én, ezt vissza fogjuk tudni nézni. Én úgy nézni. Én sem. Mégis mit vártál? Figyelj, úrjál meg, hogy nem vagyunk hülyék. Na jó, most már tudom, hogy ki kell töltöm a hátralövő egyhezet. Szép. És megcsináltam. Szép. Homer elhitte azt, hogy mi nem fogunk oda nézni, hogy ő lehajol? Hát ilyen nincs. Ezért mondtam neki, csak próbáld ki, figyelj, mert évig próbálom. Mi nem nézünk oda. Paf. Á, ilyen nincs. Na hát akkor készen álltak a főfogásra? Mi akarunk. Órák. Nagyon. Órák óta. Ez most egy vicces kérdés volt. Ez mézes sütősökön, első osztályú blibamáj, tök maggal, rukkola saláta és birsalma szósz mellé. Az igen. Hűha. Libamáját is keveset eszem, viszont annyira jól nézett ki, és annyira jó volt tálalva a sütőtök tetején, hogy megkóstoltam. Ez egy drága vacsora volt. Ugyan már, jaj, meglátták a virágot, ingyen odaadták. Nem én mondtam, hogy győzik, én mondtam. Meglátalálom a hibáját. Ilyen gyerekek, libamóját csinált, oda nézik, hogy nagyon dróga. Ilyen, most majd mit fog csinálni? Hát ez nagyon dróga, gyerekek, 20 ezer forint. Ez nagyon komoly. Várd meg, míg legyen a fontos. Hihetetlen jól utánozta győzőt, hát én nem bírtam abba hagyni a nevetést. Rá is szóltam, hogy nem akkor kéne ezeket a poénokat eldobálni, amikor éppen bekaptam egy falatot és rágok, mert a végén még félre fogom nyelni. A Zsolti meg, mi duplán így beszél. Úgy a Zsolti. Tehát én igazából a kettő közt vagyok. Igazából a kettő közt tudom, ha utánozom ő a győzőket, akkor igazából kicsit ilyen, picit még Zsolt is a kettő között. Mondjuk, nem tudom. Jaj, Anyukó, jaj, de szeretlek ma téged, olyan jó vagy ma. Olyan jót csináltam ma nekem, még kenyeret is adok. Jaj, ez még annyira színe, hogy megfordulna a hasát, apukó. Na és a desszert pedig... Virág hatalmas golyókkal zsonglőrködik desszertgyanánt, majd átöltözik, amivel újra kivívja az urak elismerését. Bulizás jön, felejthetetlen figurákkal és egy meglepő szerelmi vallomás. Maradjanak velünk! Ó, de szép! Na és a desszert pedig házi tejföllel és házi túróval, túrógombol. Milyen kis adag. Ezért nem kaptuk a túl sokat főétet. Mindössze hármat kapunk. Hát, ha kérsz még, benyomja mind a hármat. Ha kérsz még, akkor van repeta. Túrógombóc szerintem közepes méretű volt, én láttam már ennél sokkal nagyobb túrógombócokat is, igaz, hogy abból csak egyet szervíroznak. Citrom van benne, citromhéj, ugye? Citromhéj is van benne, így van. Az nem kell volna, citromhéj. Hangosan mondtam? Igen, hangosan mondtam. Miért nem rövidítetted, Laci? Miért kell elrontani egy drága jó túrós desszertet ilyen összeütött citromokkal? Kellemes csalódás. Azt örömmel hallom. Miért csalódás? Örömmel halljuk. Anyukádban biztos voltam, de benne nem. Hát ez a hét, ez kemény lesz. Köszönöm. Hogy látom, hogy... Bármikor elakadnék és egy túrógombozot szeretnék enni, akkor már tudom is, hogy kit kell tárcsáznom. A túrógombot szenzációsan sikerült, ízre is fantasztikus volt. Na, azt így csak benyomtad. Ez teljesen... Apukám. Teljesen jó. Nehogy éhen maradjatok nekem. Na ezért nem fogok edzeni, látod? Most már nem is edzek, és elrontottam az egészet, most nem ideg. Az egész évet elrontottam. Még gyógyul a vállad, nem? Már nem. Nem? Még egy évig. Igen, az új fogadalmam, a fogadalmat most szeged meg. Jövő január. Ugye, én elmondom neked, nem úgy kell fogyókúrázni, hogy kiteszed magad elé az ételt, és akkor megtöröd magad, és akkor nem eszem meg. Nem, hát. El kell kerülni az ilyen helyzeteket. Na, akkor minek jöttél? Hát de... Nagyon jó kérdés. Milyen jó, hogy megmondja. A vendéglátó. Köszi, azért jöttem. A vendéglátó berúgott, ugye. Meghívtál, és hogyha meghívnak, persze. Én nagyon örülök, hogy eljöttél, és nagyon örülök, hogy itt felfüggeszted a bírtádat, és én bűnbe vittem. A tavalyi évben engem folyamatosan meghívott mindenki. És én mindenki is elkezdtem, áldozat voltam. Érted? És aztán nem vagyok hibás, mert tényleg mindenki meghív minden, és nem tudom azt mondani, hogy nem. Úgyhogy én nem akarok enni. Csak megkínálnak mindig. Harapás szőrével. Hogy itt most... Most már annyit teszel, hogy nem utálod. Hogy elég lesz az egész így. Laci, nem bírlak. Kész vagyok. Én feladom gyereket. Nem, ezt adj fel, ezt ne is mondd tovább. Mindjárt a honnan. Kész vagyok. Engem kinyírt.
vagytok teljesen. A harapás szélével, ugye a kutya harapást ki, csak a kutyát hagytuk ki belőle, de annyira jó poén volt, hogy majdnem megszakadtam a nevetéstől. Én beleírom mostantól kezdve az évben, amikor hívna fellépni, beleírom a szerződésben. Virág, nem. Tehát az öltözőbe semmilyen kaja ne legyen. Semmilyen cukros ital. És egy jó barátság, aki meghívhat. Senki nem hívja meg senkire, Az és fénypontja! Ez Freudi átszólás volt, igen. Nem érdekes. Ez fényelszeres van. Lacinak vannak olyan aranyköpései, amit egyébként azonnal szeretnék felírni a telefonomba, de ugye nem sikerül és nem illik, úgyhogy ezek majd szép lassan el fognak tűnni az emlékezeteimben. De hát akkor, abban a pillanatban az... katarzis élmény. Na viszont, kedves vendégeim, én most eltűnök egy kis időre, mert egy kis meglepetéssel kedveskedek majd nektek. Nem, Veszmar, én elsütöttem neked múltkor. Előadói produkció lesz egyébként, nem striptease, egész más. Most már nem hiszünk. Hanem a zenére striptease. Nem, azt majd te. Akár virág tűnik el egy időre, akár csak a ruhája, az mindenképpen striptease lesz. Nyilván mindenki a szakmájával kapcsolatos dologra asszociált, én is így voltam vele, de akár valami szexi sóra is gondolhattunk volna. Hát sok szeretettel üdvözöllek titeket az én házi diszkomban, remélem már mindenkinek jó a hangulata, egy kicsit most a zenéről fogok gondoskodni nektek, hogy még jobb hangulatban. Minden, új cipő, új ruha, csak nektek. Azt gondoltam, hogy ennél a pöttyös ruhánál már rövidebb nincsen, de aztán sikerült ezt neki überelni ezzel a rikító kékkel és egy még magasabb sarkú cipővel. Hoppá, beindult! Vigyázzunk! De nyugtass meg, hogy ilyen kevesen még nem voltak a fellépésed. Én nem szoktam nagyon bulizni, nagyon ritka az, amikor mondjuk baráti társaságban esetleg, hogyha egy olyan zárt körű rendezvényre vagyok meghívva. Nekem volt lábam van! Tudjuk, Madár csak a ringben szokta körül táncolni az ellenfelét. Ez a bábú vagy, bábú vagy, ha valaki irányít. Nálam van egy pont, amikor már minden mindegy, és akkor ilyen kis cuki mackósan táncol, és akkor már nem annyira vigyázza a szájára sem. Hallottam már orosz zsebkendőről, meg mindenféle hülyeségről, de hajmosostán, aztán bemutatta, elkezdett ott nekem brékelni, azt hittem hülyét kapok. Egy ilyen pócszilveszteri kis játékkal szeretnénk zárni, majdnem az estét, illetve legalábbis a bulit. Itt arra kérlek titeket, hogy ez egy ilyen kis tombola, és mindenki húzzon egy tombol. Számot. Igen, ezt most jól megkeverem. Kezdesz. Köszönöm szépen. Itt fogom én ezt felolvasni nektek, hogy amelyik szám az mit jelent, és mit nyertetek. Okay. Neked mi a számod? A négyes. Négyes nyertem én. A négyes, az Szilvi sót tör veled. Szóval a te nyereményed az, hogy sót törsz, és kiválaszthatod, hogy kivel. És mindenki előtt, ne csináljátok ezt! Amikor megtudtam, hogy sótörés lesz, először nem is emlékeztem, mi az, mert hogy azért ezt így óvodába játsz az ember, vagy nem is tudom körülbelül. Gyere, gyorsan! Ja, hogy ez az? Ja, jó, én ezt hittem neki átadják! Várjál, kitör ki! Magasabbra! Magasabbra!
Laci nyilvánvalóan nem tudta, mi ez a sótörés, mert majdnem kitörte a kezemet. Tehát lehet, hogy a kéztöréssel keverte, fene se tudja. És az én nyereményem, az nincs? A, de az is van, te vagy a hármas. Laci versben szerelmet van. De jó! Várj, ez le kell ülnöm. De azért csinálod a helyetet. Igen, igen, légy szükség. Nyilván ez az én fixa ideálom. Várj, megoldom, versben kell. Én ideálok, hogy jobban menjen. Versben kell. Figyelj. Ideálok, hogy jobban menjen. Ne nézz rá, ne rám. Verset mondok, de hogy legyen egál. Mondja helyettem a nagyszerű madár. Laci szerintem akart verset mondani, csak kereste a szavakat, aztán pedig érezte, hogy hát ez férfiként megtenni azért nem egy remek dolog, de aztán jött madár a semmiből, és majd ő bizonyít. A drága Krisztián, te olyan szép vagy. Vajon van ilyesmi? Ez belőled jön, ez így, hát figyelj! Színedből jön, hogy nyomjad! A rózsát elfelejtettem. Ez bocsáss meg nekem. Na, csúgjál már vazek. Soha nem bántasz meg senkit. Ezt még én is azt nem mondhatnám. Te mindig megbántasz valakit. Jól bánszom őkkel. Nem, az se igaz. És jól bánszom őkkel. Soha nem válaszolsz rajongói levelekre. Igazi úriember vagy. Igazi úriember. Egy fantasztikus lovag. Úgy nézett rám Krisztián, mint egy hülyére. Igazság szerint én úgy is éreztem magam, úgyhogy nem csodálom. Elég furcsa dolog egy férfinak szépeket mondani. Térdéssel eszkedsz, vagy azt ma nem? Az is kell. Ennyi, madár. Ó, de szép! Ez nagyon szép! Nem tudjatok el, hinnom kell! Ez nagyon szép volt! Légy a feleségem! És védekezve növeli a párnámat. Jó, hát ezt azért most ugye nem baj, nem köszönöm meg. Jó hangulatú este volt, csodálatos volt a vacsora. Lehet, hogy talán az ételek nem passzoltak annyira egymáshoz. Ti amúgy jó páros lennétek, ő meg is a vizet, meg az alkohol. Egyébként tényleg. Csak korban nem ülünk össze. Igen, kicsit öreg hozzám, ez a bajom. Egyedül csináltam volna az egészet, segítség nélkül, akkor nálam egyértelműen nyerő. Ennek ellenére ez az este szerintem abszolút alkalmas a nyerésre. Szerintem tegyél próbára minket. De honnan tudod? Hogy ki az, aki figyel és ki nem. Igen, biztos, hogy igen. Mi új emberek vagyunk, nem fogunk oda nézni. Én sem. Nagyon jó volt azt látni, hogy Virág igyekszik és megtesz mindent, de ugye mégis ott volt anyukája, aki segített neki ebben. Ilyen segítsége. Rá tetszik kérni péntekre? Kellene menni segíteni? Igen. Igen? Igen. Szívesen. Összességében ez egy nagyon kellemes este volt. Virág kitett mindent, vagyis magáért kitett, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Karapás szőrével. Nem Billa, kész vagyok. Én feladom, gyereket. Virág, hogyha egyedül főzted volna az ételt, akkor nyilvánvaló 5 pontot kapsz, mert fantasztikus volt. De mivel édesanyád segített, ezért 4 pont a jutalmad. Hát wow. Sok szeretettel üdvözöllek titeket az én házi diszkomban. Én Virágnak a ma estére 4 pontot adok. A hajomosós meg van? Melyik? A hajomosó. Hát hogy van? Virágnak erre az estére 4 pontot adok. Térdéssel eszkedsz, vagy azt ma nem? Az is kell. Ennyi, madár. Ó, de szép! Ez nagyon szép! Hívnom kell! Légy a feleségem! Virág az estét tökéletes volt mindenféle téren, de csak azért adok 4 pontot, mert nem érül csináltad. Virág mindenkitől 4 pontot kapott. 16 pontja van, ahogyan Gáspár Lacinak is. Holnap madár főz, és egy szárnyas tesz az asztalra. De hogy miért? Az okoz egy kis fejtörést a vendégeknek. Ez a liba, hogy ez a kacsa? Maga biztosan főz, az első menet az övé. Na hajrá! De vajon hogy áll helyt a keményebb menetben, amikor a vendégek is a ringben vannak? De nagyobb a tüssék! De ne szórakozz már! Holnap megmutatjuk. Na gyertek! Most ott találtam ilyen izélt, hát akkor üvöltsünk már egyet. Ez az életveszélyes, ez muszáj, ez muszáj. Boldog, pont éreztet! A boldog, hogy éreztet! Bolond vagy, a fülembe dúl! Jézus, Istenem!
Szegény virágaim! Úristen! Éjszakát állom! Azért megkóstoltam egy kicsit. Hamar elfogyott.